Hó volt, hó nem volt, volt egyszer a nagy hója, ment vándorolni, ami mennegélye, találkozik a szalmaszával. 25. alkalommal rendezték meg a Sebestyén Ádám székely mesemondó versenyt Kakasdon. A dolog pikantériájához hozzátartozik, hogy a Sebestyén Ádám székely társulat fennállásának 50. évfordulóját ünnepli, így sok a körömére összefonódott a két jubileumi esemény. Sebestyén Brigitta, a Sebestyén Ádám székely társulat elnöke elárulta, nem csak Magyarországról, hanem a határon túlról is érkeztek a mesemondó versenyre. Azért is nagyon fontos ez a verseny, mivel hogy a Sebestyén Ádám székely társulat idén ünnepli 50 éves fennállását. Tehát jubileumot ülünk így is, úgy is, az 50-et is, a 25-öt is. És nagyon örülünk annak, hogy végre ezután, a két év után, amíg eléggé be voltunk zárkozva, most már úgy kinyílik a világ, és hála Istennek, hogy sokan jöttek a mesemondó versenyre, nem csak Magyarországról, hanem az Aldunáról, Székelykevéről is jöttek, és ennek nagyon örülök, mert egy olyan tanítónéni hozta el a tanítványait, aki bizony 1525 évvel is itt volt. Ez a Sebestyén Ádám székely társulat a Fábián Gergely fejéből pattant ki, ő volt az akkori bukovinai székelységnek, az országos bukovinai székelységnek az elnöke, és ő nagyon-nagyon tisztelte a Sebestyén Ádám munkásságát. Hát ugye neki rengeteg sok meséje van, 3 kötet van megjelenve, tehát rengeteget gyűjtött az Ádám bácsi, és akkor kitalálta, hogy milyen jó lenne, és akkor a Krász Ernőnél volt itt a könyvtáros, és a Fábián Elvira még segített nekik, úgyhogy együtt voltak, akkor ő volt a vezetőségbe, tehát a társulat vezetőségébe, és 3, meg én jó magam is, ugye segítettem, amit tudtam, és akkor volt az első, képzeljék el, hogy 110 voltak akkor. Most vagyunk 41-en összesen, de hát remélem, hogy többen is jönnek, és az a jó ebbe a Sebestyén Ádám székely mesemondó versenyben, hogy ugye mivel Kakasdról indult, minden 5. hazajön. Tehát az első, az 5., stb., és most a 25., és ennek nagyon örülünk. No, Ádám, te vagy az egyetlen, aki megszabad az akaratja. Mondd meg, hát hány eszendeig szeretnél élni? És az ember egy kicsit elgondolkozott, és közben a kígyó feltekeredett a lábán, és kezdett suttogni a fülbe. És egy kis idő múlva azt mondja az ember. Elég lesz nekem 30 esztendő. Szabó Ibolya elmondta, az embereknek kötelességük továbbadni a hagyományaikat a fiatalabb korosztály számára. A legfontosabb a szülők részéről történő példamutatás. Én a Bocskorbén királyfit hoztam a mai napra, ami a katonaságról szól, meg arról, hogy régen voltak fösvényemberek, és reméljük manapság már nincsenek. Én rendszeresen járok mesét mondani, sőt, gyerekekkel is rengeteget foglalkozom. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy népünk fent maradjon, kötelességünk mindennapokban megélni és továbbadni a jövő nemzedéknek. Számomra azért ünnep ez, mert bukovinai székelyeknél vagyunk, és én Madéfalváról származom, és a bukovinai székelyek onnan indultak el. Jelenleg itt Magyarországon élek, és kötelességemnek tartom, hogy ilyen rendezvényeken részt vegyek, de itt most nem is én voltam a fő szempont, hanem 3 leánykát hoztam a versenyre, és ezért nagyon boldog vagyok, hogy képviselhettük Madéfalvát ilyen téren, még ha nem ottani gyerekekkel is, mert hogy ők most nem tudtak eljönni. Az első szempont az volt, hogy Sebestyén Ádám mese legyen. Tehát az ő gyűjteményéből legyen mese, mivel ugye, hogy 25 éves, azért ezt 25 évenként meg lehet ezt kérni, és hát volt benne olyan, hogy szép kiejtés, milyen hosszú mese, hogy tanulta meg, a viselet, hogy milyen rajta, de semmi, tehát nem volt kizáró ok, hanem ez mondjuk esetleg egy pluszpont, vagy mit tudom én, a szülőt dicséri, hogy a gyerekét azért úgy öltöztette fel, hogy megtisztelt bennünket azzal, hogy szép ruhába jelentek meg. Bogos Boglárka elárulta, hogy melyik mesét adta elő, mióta érdekli a mesemondás, és mik a kedvenc történetei. A Kőleves című mesét. Ezt szeretem, de már meséltem egy-két mesét. Volt a hólyag, a szalmaszál és a parázs, és az volt az egyik kedvencem. Aki tovább jut a délelőtti zsűriben, az délután is elmondhassa a meséjét, de nagyon jó az, hogy nagyon sok támogatónk volt, nagyon-nagyon sokan.
főleg a Magyarság háza, a Csibi Krisztina, ő rengeteg sok könyvet hozott nekünk, úgyhogy senki nem megy haza üres kézzel, mindenki kap könyvet, mindenki kap édességet, próbáltunk a gyerekeknek kedveskedni, hogy legyen kedvük máskor is jönni. A hagyományőrzés szempontjából fontos szerepe van a fiataloknak, akik a népviselet és a mesék révén megőrizhetik az utókor számára a székely értékeket.